Egy évvel a háború után még mindig nem látjuk, hogy hol lesz a vége, viszont a kínaiak kijöttek egy béketervvel, ami elsőre elég közhelyesnek hangzik, bár olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy legalább valami van. Ön hogy értékeli a kínai béketervet? Szenkovics Dezső tanár úr, barátom és kollégám mondta, igen, igen, okosan szerintem, hogy mikor háború van, akkor minden béketervet legalább érdemes ránézni. Tehát annyit megérdemel, hogy ránézzen. És én körülnéztem ugye az asztalon jobbra és az asztalon balra, és én más béketervet nem láttam az asztalon egyelőre. Láttam egy kínai béketervet, és más béketerv hiány azt hiszem, hogy érdemes legalább tárgyalni erről. És én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog. Most akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a kínaiak nem egy ilyen altruisztikus vagy emberbaráti rohamukban írták ezt a béketervet. Hogy föltesszük a szemüvegünket, és hogy hátradőlünk a hintaszékben, és úgy olvasunk el másodszorra vagy harmadszorra, akkor látjuk, hogy van ebben egy óriási kritika a nyugattal szembe, van ebben egy nagyon rafinált machináció, mondjuk úgy, hogy helyzetbe hozza Kínát és Oroszországot ebben a béketervel. Tehát ez a béketerv sem, nincsenek semleges béketervek. Tehát megint csak azt tudom mondani azoknak, akik a bölcsészakon köszörülték az élettapasztalatukat, hogy nincsenek tökéletes béketervek, és nincsen egy kozmikus igazság. Mikor, tudom én, mikor a győztesek 1945-ben lefektették az új világnak az alapjait a náci Németország bukása után, ott is voltak igen masszív érdekek. Tehát ott sem, nem Teréz anya írta azokat a terveket sem. Ugyanezzel a kínai béketervre se. Viszont szerintem még a legrosszabb béketerv is jobb, mint egy ilyen nagyon-nagyon igazságos háború, amit az utolsó ukránig vívunk. Mostanában egyre többször köszön az vissza, hogy azért nem jó a területet a békéért alapelv, mert az ukránok nem ezt szeretnék, és az ukrán nemzet nem szeretne lemondani területekről, ezért inkább hősiesen küzdenek, meg amúgy is milyen dolog az, hogy Oroszország nem veszi figyelembe, hogy Ukrajna nyugathoz szeretne tartozni, és ezért ilyen büntető háborút indít ellenük. Mi erre a válasz, amikor mert hogy most az van, hogy akire azt mondják, hogy a béke pártján áll, arra azt mondják, hogy orosz barát, hiszen csak az oroszok szeretnének tárgyalni, itt pénzt meg fegyvereket kell adni Ukrajnának. Igen, nem csak, hogy orosz barát, hanem a putyini információhadviselés eszköze. Tehát abban a pillanatban, amikor megkérdőjelezünk bármit ezzel a háborúval kapcsolatban, ha nem vágunk jó képet ahhoz, hogy rövid idő alatt egy atomháborúba süllyedhet a világ, ami mindannyian elpusztulunk, ha ehhez nem vágsz jó képet, akkor te a putyini információs hadviselésnek vagy az eszköze. Hiszen tehát Putyin úgysem fog atomot bevetni, mert a szovjetek sem vetették be az atombombát annak idején a Szovjetunióban. Ja igen, én látom, ez vicces látni ezeket a konstruktumokat, amiket ugye egymásra raknak, hogy egy ilyen falat képezzenek, amin a valóság nem tud áttörni. De a valóságnak van egy saját dinamikája, tehát van egy határ annak, hogy mennyit lehet a valóságot elhesegetni a szemünk elől, és elbújni az ujjunk mögé. És ami ezeket a dolgokat illeti, hogy mire van joga Ukrajnának, vagy mire nincs joga Oroszországnak, erre egyetlen egy válasz van, az erő. Tehát én vagyok, mindig ezt szoktam mondani, én vagyok az utolsó, aki nemet mond egy jó háborúra, hogyha van egy esélye a győzelemnek, és lehet vele nyerni valamit. A kérdés az, hogy van-e itt esélye a győzelemnek, mit lehet ebben nyerni, mit lehet ebben veszteni, és hogy kinek van meg a fizikuma arra, hogy rákényszerítse a másikra az akaratát. Tehát az egy dolog, hogy Ukrajnának mi járna egy tökéletes világban, mi járna a kurdoknak egy tökéletes világban, talán a palesztinoknak, nem tudom, millió ilyen népet lehet emlegetni, a katalánokat is. Tehát az egyik dolog, az, hogy mi lehetséges egy valós világban, az teljesen más dolog. Oroszország a legjobb példa arra, hogy mekkora pofont kap egy hatalom, mikor tovább nyújtózkodik, mint ameddig a takarója ér. És én azt hiszem, hogy a NATO is bőven tovább nyújtózkodott, mint ameddig a takarója ér. És én azt hiszem, hogyha valaki úgy gondolja, hogy megvan az európaiakban a kedv, meg a képesség arra, hogy Oroszországot a csatatéren legyőzzék, akkor tessék kipróbálni, tessék parancsolni. Én nem szeretnék ott lenni ebben a háborúban. Meddig ér a NATO takarója a védelmi pozíciókig? Nem, hát én azt hiszem, a NATO az egy gyalázat. Gyalázat olyan szempontból, hogy most akarunk erkölcsösek lenni, mikor megtörtént az a támadás, amiről én legalább 20 éve beszélek. Tehát beszéltem erről az abszurdumról, ami az orosz energiafüggőséggel kapcsolatot, és arról, hogy a NATO-nak föl kell készülnie különböző fenyegetésekkel szemben, Kínával, Oroszországgal, stb. És akkor kiröhögtek. Tehát ez volt a válasz évtizedeken át. És
ez számított akkor az erényes álláspontnak, hogy nem fegyverkezünk, nem készülünk föl, nem semmi. Most, hogy úgy akarunk háborúba lépni, hogy nem vagyunk fölkészülve, most ez az új erénynek a mércéje. Hogy akkor is háborúba fogunk vonulni, ha nem vagyunk fölkészülve. Szerintem ez nem erényes hülyeség, és az erénytelenség az volt nem fölkészülni erre a háborúba, és nem elrettenteni az oroszokat. Ez volt az erénytelenség. Most már ez a veszett fejszény jele, amit most látunk. Tudom, hogy a realista politika nem szereti a moralizálást, de én azért egyre többet hallom még azt is, hogy ha jönnek haza a koporsók, akkor is legalább megtettük a morális kötelességünket, hiszen az agresszorral szemben akár az életünk árán is fel kell lépni, és ugye arra is emlékezhetünk, hogy például annak idején az ukrán nagykövet Németországban élő tévéműsorban fakadt ki hasonló mondatokkal, hogy mennyire képmutatóak a németek, hogy csak szavak szintjén támogatják őket. Tényleg ennyire, mert én ezt próbálom megérteni, most volt Magyarországon ugye az egyéves évforduló kapcsán több rendezvény is, ahonnan különböző tudósításokat láttunk, és én látom, hogy az országban egy oldal azért az úgy gondolkodik, hogy itt a világ leggonoszabb hatalma agresszív módon lerohanta Ukrajnát, és ezt a 21. században nem lehet eltűrni. Ja, én azt hiszem, hogy aki koporsókról beszél, az legyen ő az első, aki belefekszik abba a koporsóba. És ha valaki kíváncsi arra, tehát ezek az elméleti, ezek a fotelharcosok kíváncsiak arra, hogy milyen az, mikor valaki koporsóba jön, ha ezen el tudom mesélni, milyen az, mikor egy ilyen vipontnak, egy ilyen teherautónak a hátulja meg van rakva hullákkal, és akkor ilyen hullamerepségben, és azokat a katonákat, akiket személyesen észmélt, lerángatod, és akkor levetköztetik őket mesztelenre, és lemossák őket ilyen mormonkannából vízzel, és akkor ott van az orvos, meg a tábori rabbi, vagy a lelkész, és akkor dokumentálja a dolgokat, és akkor betekerik őket egy ilyen pokrócba, és akkor még egyszer beazonosítják, és egy nájlonba csomagolják. Ezt el tudom sokkal plastikusabban magyarázni, milyen ez valójában. Tehát mint olyan, aki fogta a mormonkannát, és húzigálta le azokat a halottakat a teherautóról. Tehát ezt meg lehet csinálni, semmi probléma, csak aki erről beszél először, legyen tisztában abban, hogy miről beszél. És saját barátait temeti el. Mert Szomráki Bélával, aki egy külpolitikai újságíró, készítettem interjút a napokban, és ugye tőle is kérdeztem ezt a területet a békért, és szerintem én ezzel az állásponttal tudok egyetérteni, hogy oké, csak Ukrajna pusztulása az most zajlik ezekben a percekben, az emberek most halnak meg ezekben a percekben, ezért lenne jó valamilyen szempontból, vagy valamilyen módon leállítani ezt a háborút. Teljesen egyetértek ebben, és én nem látom, hogy ez jobb lenne. Nem látom, hogy mitől lenne jobb. Tehát van egy olyan, hogy az igazságos háborúnak az elmélete, vagy a háború törvényei, és akkor óta foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és a klasszikus jus ad bellumnak az egyik elve, hogy egy háború akkor számít igazságosnak, hogyha van egy reális esély a győzelemre. Tehát ha nincs egy reális esély a győzelemre, vagy arra, hogy valamilyen számottevő változást hozunk, akkor feltevődik a kérdés, hogy valóban igazságos-e az a háború, amit folytatunk, vagy van-e értelme egyáltalán, és hogy mi az, amit meg akarunk menteni. Mindig ezt szoktam föltenni, ezt a kérdést szoktam föltenni, mi az, amit meg akarunk menteni ebben a háborúban. Az ukrán népnek a jogát a szuverenitáshoz, a nemzeti önrendelkezéshez, Ukrajnának a területi integritását, az ukrán imairányt Brüsszel felé és nem Moszkva felé. Tehát mi az, amit meg akarunk menteni? Ezek nem ugyanazok a dolgok, ezek különböző dolgok, és van egy prioritás. És én azt hiszem, hogy Graham Ellison írt erről egy nagyon jó cikket, és felhozta benne Nyugat-Németország példáját. Abban, hogy a németek beleegyeztek abba, hogy felosszák, vagy a nagyhatalmak beleegyeztek abba, hogy felosszák Németországot, először is sikerült a világháborúnak az esélyét a minimumra csökkenteni, másrészt másodszorra megőrizni a német nemzeti gondolatnak az magját szabadon. Szabadon dönthet el, hogy kihez csatlakozik, és kihez nem. És ezt volt fontos megmenteni, és nem az utolsó ilyen 30 éves háborús képek alapján harcolni az utolsó németig a szovjetek ellen. Tehát van sok okosság, volt sok okosság a hidegháború logikájában is. Ugyanakkor az, hogy a németek eldöntik, hogy melyik oldalhoz akarnak tartozni, talán abból a szempontból sántított, hogy azért nem nagyon volt átjárás az NSZK és az NDK között. Nem, nyilvánvaló, itt se lesz átjárás a vasfüggönyön. Semmi, ezzel kapcsolatban semmi kételjem nincs. És akkor sem németek döntöttek a sorsukról, hanem mások döntöttek helyettük. Én csak azt mondom, hogy lehet, hogy mi nyugat, akik támogatjuk Ukrajnát, avval tesszük a legnagyobb jót az ukránoknak, ha beleegyezünk egy ilyen Németország felosztásának a megoldásába. És csupán arra szeretném emlékeztetni a hallgatókat, nézőket, hogy a németek ezt soha nem fogadták el. A németek ezt soha nem fogadták el egy végleges állapotban.
állapotnak, és tény az, hogy mikor a politikai konstelláció megváltozott, az első dolog az volt, hogy mielőtt elmentek sört inni, hogy egyesítették az államokat, ami a legtermészetesebb dolog a világon. És akkor olyan volt a történelmi helyzet, hogy ezt meg is tehették. Azok, akik ezt Ukrajnával kapcsolatban megfogalmazzák, hogy lehet, hogy most le kell mondani területekről, és hát mi magyarok mondjuk tudjuk, hogy milyen az, hogy területeket veszítünk, és aztán lehet, hogy egyszer majd lesz más történelmi helyzet, de nyilván ennek ráadásul egy csomó társadalmi, demográfiai vonzata megkérdése is van, mint ahogy a Krímnél látjuk, hogy azért ott az ott élő emberek sem tolonganak, hogy visszatérjenek Ukrajnához. A kelet-ukrán területeknek meg talán pont ez a háború most egy más helyzetet teremtett. Ott egyébként érdekes lenne egy valódi népszavazás, hogy milyen eredmény jön neki. Igen, és van itt még egy párhuzam, amire gondolni tudok. A judaizmusban a Izrael országa és Izrael népe mind a kettőnek ilyen kultikus fontossága van. Tehát sokkal több, mint mikor a magyarok a Kárpát-medencéről beszélnek, akkor itt ez egy ugyanaz, csak sokkal hatványozottabban is. Mégis van egy olyan vélemény, vagy az az elfogadott nézet, hogy Izrael nemzete sokkal fontosabb, mint Izrael állama. Tehát a terület, az emberi életek sokkal fontosabbak, mint a terület, és le kell mondani területről az emberi életek megmentése érdekében. Tehát van egy ilyen vallási parancsolat is. Tehát én azt hiszem, hogy ez nem példátlan a történelemben, hogy pragmatikus megfontolásból egy nemzet lemond a terület egy részéről, megmentse önmagát.